A Bonyhádi körforgalom átépítésének kapcsán vetődött fel a Székely Park kialakításának ötlete. Az átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, az összefogás eredménye a tér kialakítása, melyben a nemzetpolitikai államtitkárság, az önkormányzat és a civil szféra is kivette a részét. Itt a hátunk mögött elkészült az új körforgalom, a magyar kormány 222 millió forintos támogatásával, és örülünk annak, hogy a Székely Emlékpark újra a város egyik központi helyére került, illetve visszakerült, ezzel is hirdetve azt, hogy több népcsoport él itt Bonyhádon közösen, együtt, barátságban, így például a bukovinai székelyek is, akik meghatározó tagjai ennek a városnak, illetve a környéknek. Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke a területfejlesztési operatív program finanszírozásából megvalósult beruházás kapcsán azt mondta, ezek az építkezések teszik komfortosabbá az emberek életét. Kiemelte, a sokszínűség, melyet az itt élő népcsoportok képviselnek, teszik értékesebbé Tolna megyét. Meg lehet nézni a településeket, és ki lehet találni rögtön, hogy hol működnek erős közösségek. Itt Bonyhádon azt gondolom, hogy egy nagyon erős közösség működik, hiszen két alappillére van ennek a közösségnek, az egyik az ide települt svábság, illetve ide hurcolt svábság, másik pedig a székelység. A nemzeti összetartozás évében ki kell nyitni a kapukat, hogy jelezzük, mindenkit szívesen fogadunk, mondta Illes Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke. Ott Bukovinában is több népcsoport élt együtt ugye a székelyekkel, hiszen lengyelek, ukránok, románok. Itt is szeretnénk ezt szimbolizálni, ezért a kaput most nyitva hagytuk, korábban ugye zárt volt. Jelezve azt, hogy mindenkit befogadunk, főleg ha jó szándékkal közeledik a bukovinai székelyek iránt. Filoni Ferenci Baja polgármester a biztonságot és a rendezettséget emelte ki, melyet ez a beruházás elhozott Bonyhád életébe. Ez egy fontos lépés volt a város közlekedésének az életében, bár számos más probléma is még továbbiakban megoldásra vár, de ez egy olyan első lépcső volt, aminek örülök, hogy most vége lett és elkészült. Bece Szabolcs, a Magyar Közút Tolna megyei igazgatója az átadón bejelentette, tovább korszerűsítik Bonyhád belvárosát és a 6-os főközlekedési utat összekötő szakaszt, majd ezt követően ezt átadják a város tulajdonába.